A Primum Szabolcs-Szatmár Bereg megyei vállalkozás élénkítő alapítvány 2011. szeptember 26-án elindult programja lehetővé teszi, hogy az észak-alföldi régió mikro-, kis- és középvállalkozásai, valamint egyéni vállalkozói számos a cégek fejlesztéséhez, napi működésükhöz szükséges tanácsadási szolgáltatásokra akár 50%-os visszanemtérítendő támogatást kapjanak. A tanácsadást minimum 100 ezer, maximum 4 millió forinttal támogatja az új Széchenyi terv. Közötte vagyunk annak a három akkreditált tanácsadó cégnek, akik a megyében dolgoznak. Büszkék vagyunk arra, hogy az elsők között sikerült ezt megszereznünk, ezért mi is jogosultak vagyunk, hogy tanácsokat nyújtsunk, hogy a 17 év gyümölcse lassan kezd beérni. A gazdasági pénzügyi válság miatt nehéz helyzetbe került cégek versenyhelyzetének javítása továbbá nem csak a nehezen megszerezhető hitellel vagy visszanemtérítendő támogatással, hanem tőkebefektetéssel is lehetséges. Ennek lényege, hogy a befektető tőkét biztosít a minősítésen megfelelő vállalkozásoknak, és a befektetés futamidejére résztulajdonossá válik. A céltársaságban többségi tulajdon soha nem szerez, és az irányításba sem szól bele, mindössze csendes társként működik közre a futamidő végéig, amikor lehetőséget biztosít a tulajdonosoknak az üzletrész megvásárlására. Ez a tőkefinanszírozás, ez egy olyan jellegű megoldás, ami azoknak a vállalkozásoknak is segítséget jelent, akik nem tudnak már banki hitelt igénybe venni, ezáltal tőkepótlás formájában, illetve plusz tőkeemelés formájában képesek lesznek a beruházásaikat megvalósítani. A vállalkozók 10 milliótól 100 millió forintig igényelhetnek tőkebefektetést, ez kizárólag eszközbeszerzésre, telephelyfejlesztésre és új telephely vásárlására fordíthatják.